hát üdvözlök mindenkit, én Kristóf vagyok, és ebben a videóban messzi projekt, vagy mi messzi projekt, Dembele projekt, nem? És egy nagyon kis fejlesztéseket elhasználtam a csapatba, és de nem a Dembele projektesben, hanem a sima Ultimate Team-esben, meg a Monopoly-ban. Na nézzük! Elsősorban megvettem Iszkót középpályásra, ahogy láthatjátok, 22.500 zsetyóért. Ez volt az egyik fejlesztés. Oké. Tehát nézzük az első meccsünket. Előtte még annyit akarok mondani a csapatról, hogy ezt vettem meg oda ezt az embert oda szélre, és nulla fejlesztésünk van. És ide akarom majd berakni Iszkót erre a 55-ös gyerek helyére. Ehhez. Így. És hát akkor. Guridi kapott egy sárga lábat. Vagy ő, na, pirosat. Milyen sárga. Mindegy. Tehát gyors kicserélem. Erre a kölcsönbe kapott Paulinho-ra. Így jó. Tehát akkor nézzük az első meccsünket. Na és csak annyit akarok még itt mondani, hogy megvertem a World Classicot 5-2-re. Mert hát ugye én vagyok a Kristóf FC. Profikat megvertek előtte Boldival 2-0-ra, és aztán 5-2-re kikaptunk a profik ellenvérebb a legjobb. És most a profi meccs jön, na hát lássuk. Meg még csak annyi, hogy Paulinho-t a meccs elején egyből be fogom hozni a csapathoz. A Ruiz 55-ös helyre, ami helyett Iszkót akarom. Ez tök könnyű ez a gyakorlás. Hát ez nem ment be. Na, de hát akkor láttuk. Ebben a videóban csak egy más lesz, mert melyek fél után Leviékhez, ahol lesz már egy videó. De nem biztos. Ezt lehalkítom, mert kicsit hangosra. Most már, ja, akkor Paulinho-t be is hozom. Na, így. Nem bele már jó fáradt. Oké, akkor itt is van Paulinho. Nem akarom most a 55-ös gyereket használni. Hát minek? Szép volt! Hát ez a gyerek most jó. Itt van Ruiz, még a pályán van egy pár percig. Szép. Szép összjáték folyik itten. De hát ez jó lecsúszott ez a lövés. De mindegy. Így jól látszik nektek az eredményjelző táblis a bal felső sarokban. Hát nem én raktam oda, hanem a... Hát FIFA-ba is most úgy van. Jó. Jaj, ne. Ups. Ez szép volt, ezt igen. Ajaj. Szép. Menjél, Pauli. Ott a Dembele projekt. Vagy a Dembele, na. Ott az első Dembele assziszt ezen a videón. És Pauli nyúrgott gólt. Meg lesz olyan FIFA 19-be más játékossal lesz projekt. De hát ez szép, ami belükta. FIFA 19-ben csak akkor, ha... Na. Szerintem tudjátok. Ha nem jönnek be a... Tudjátok, kik a mikások. A migránsok. Ha nem jönnek be, akkor FIFA 19-ből lesz videó. Mert mindannyian tudjuk, ha bejönnek, akkor
Mindent megvernek, és akkor abba hagyom a videózás, mert erről több szót nem mondok. Nem akarom elvenni a kedveteket tőlem a videó nézéstől. Ez amúgy tök hülyeség, mert na. Úgy is marad a Orbán. Tehát vagy hát nem annyira biztos, de biztos. Ezt nem mondta, hogy nem ment be. Hát én bénai nem lehetek. Tudom, hogy szöglet van, de hogy a kapus védte ki, vagy na, becsúsztak, de akkor is be kellett volna menni, vagy assziszt. Na, mindegy. Ugye hát, ha Dembele 8 gólt lőtt egy meccsen, akkor 8 fejlesztés. Amúgy tök jó lenne. Ha 8-at lőne. Hát, jó, egy meccsen se lehet úgy. Mert már lehet, hogy fel fogok jutni harmadik osztályba, és a fejtök harmadik, vagy na, amikor fejtök harmadik osztályba, az elvileg élőadás lesz. Élőadás lesz, amikor fejtök a harmadik osztályba. Az lesz a cím a live-nak. Jussunk fel a harmadik osztályba. Hajrá, böskös Team Vilvi. Na, hashtag első osztály. Vagy nem. Azt fogjátok majd ti írni chatbe. Hashtag második osztály a chatbe. Egy-egy. Na mindegy. Na. Nem tudom az mikor lesz, de mindegy. Jövő héten. Ez az ott a gól, Dembele. Gól szavattok. Nagyon szuper. Ez nagyon szuper volt. Na de hát ez... Már 8 perce megy a videó. 10 másodperc ilyen. Ajaj. Jó. Ez szép. Ez az. De hát ez nagyon béna lettem. Ma akkor nem lesz meg, hogy iszkút berakjuk, de a következő videóban megpróbálunk annyi fejlesztést összeszedni. Szép. Ott van. 3 fejlesztés és 3 gól. Ez nagyon szuper. És a videó végén meg fogom nézni, hogy mennyit lőttem gólokat a FIFA 18-ba a Ultimate Team-be. És csak ennyit mondok, hogy soha nem lesz olyan videó, hogy vágatlan. Csak a live-ok, mert az vágatlan. Oké. Srácok. Hó, szép volt Paulinho. Ott a Dembi. Szép volt a Depress, nem is tudom, az ki, de mindegy. Francia öregembe. Mert hát ugye francia válogatott van itt. Francia béna válogatott. Ajaj, szép, szép, szép. Ott a gól! 4. gól a profilen. Én most már rohadt jól játszok. Meccseket, mindent, tehát így, nagyon jó, oké. Nagyon szuper. Ezt a meccset akkor lejátszok, ha jól mondtam a videó elején, mert a tesóm akar GTA-zni.
GTA 5 Grand Theft Auto. Szerintem ezen a csatornán... szép volt. Csak a Rocket League meg FIFA-k lesznek. Ennyit mondok. Titanfall-t abba hagytam, mert nem... Sokatoknak nem tetszett. De nekem tetszett amúgy. Na mindegy. De hát akkor cseréljünk, és bejön a Sony telefon. És még bejön ide Benego A. Dembelének én annél fitness-t. Oké? Szép Dimitriú. Teljesen jól mondtam ki a nevét elsőnek is. Sony. Ez a szép volt, Sony. Ez nem szabad okás. Meg nem is előny szabály, de mindegy. Szép. Nem baj. Mindegy. 4-1-re vezetünk, szerintem teljesen jó. Mindjárt kiszámolom, hogy ritka bronz, szilver, ritka szilver, arany. Még egy fejlesztés kell, hogy megléljen a hiszkó. Ez tök jó lenne szerintem. Ez nagyon jó. Szerintem ez a Monopoly FIFA 100 részig biztos fog tartani. De nem biztos. Szép. Az Ultimate Team videók az is, hogy 200-ig. Ez amúgy csak vicc. Ami lehet, hogy lesz majd nekem Minecraft Hard Rock videó. Szép. Nem szép. Csúnya inkább. Egy assziszt vagy gólké. Jó, de megvan, mert ugye hát a győzelem. Ja, akkor semmi, nem mondtam semmi. Akkor maximum 4 fejlesztést kell csinálni Dembélével. Igen, plusz a győzelem. Most jutott eszembe. De az nem lesz, hogy Dembele a meccsen bele. Olyan, és nem akarok inkább azt, hogy az legyen. Azt, hogy meg lesz a Dembele, azt hisz, de hát nem. Jaj, és visszatérek arra, amikor Boldi kérdezett, hogy lehet ebbe sprintelni azért, mert FIFA 17-ben még nem tudtam, hogy kell fitness-t adni a játékosoknak. Igen. És akkor nem akartam, hogy lesérüljenek meg minden. És mi van itt? Les volt. Nem akartam, hogy lesérüljenek, de ebből már tudok fitness-t adni, mert FIFA 17-ben még ugye kezdő voltam. Ajaj, szép. Hú, ez szépen bent. Ez assziszt volt, mert beleértek közbe. De minden legalább megvan a 5 fejlesztés biztosan, de hát... Mindegy. Akkor én szerintem, ha World Classic-ot megvertük, akkor a elkövetkezendő meccseket simán meg fogjuk verni. Ellenfeleket, úgy értve, nem meccseket. Hanem, mert ha World Class-t megvertem, akkor a fél profi, profit, ezt simán megverem. Oké? Okay? Jó volt ez. Mindegy, nem baj, szép. Fussá! Ez az. Mennyi, Pauli? Szép. És ez Dembele már simán berúgta, tehát megvan a 7 fejlesztés, atya úristen. Dembele Meste 3-as, úgyhogy 8 fejlesztés. Egy meccsen 8 fejlesztés. Ez kemény.
Tudjátok, srácok, az is lesz, hogy 20 fejlesztés. Meg lehet, hogy első osztályban már úgy kell meccseket játszani, hogy Legendary, Ultimate, de akkor már lesz Team of the Season játékosom, az már biztos. Szép. 6-0 a profi, vagy 6-1 a profi. Lesérült Sony. Nem baj. De mi Dembélét akarjuk, nehogy ő sérüljön le. 15-6 perce megy a videó, tehát mindjárt vége, mert hát 80. perc. Megmutatok, hogy fogom csinálni a live-okat, vagy egy hónapban egyszer. Meg lehet, hogy többször lesz egy hónap. Egy hónapban maximum háromszor. Akkor mindjárt kiszámolom, hogy 12 hónap, akkor hányszor. Mert akkor az tudja, hogy 12-3. Okos vagyok én. Akkor 36. Ennyi másodperc alatt kiszámoltam, ez mi volt? Ennyi másodperc alatt kiszámoltam. Tehát 36 live stream lesz. Egy évben. És hát amikor majd lesz kedvem, meg ilyenek. Nem, akkor, amikor. Vagy hát akkor is lesz, amikor ti akarjátok, meg akkor is lesz, amikor én akarom, meg minden. Ne. 6-2, nem baj, srácok. Tehát akkor meg is nyertük ezt a meccset, és nézzük, hány fejlesztésünk van. Na de hát akkor nézzük is. 4 gól, tehát 4 fejlesztés, és abban megvan a Mester 3-as plusz 1 fejlesztés, tehát 5 fejlesztés, meg 2-7 fejlesztés, meg a plusz győzelem, 8 fejlesztésünk van. Ó, 1510 coin-t kaptam, és 8 fejlesztésünk van, ezt valahova fel is írom mindjárt. Oké? Okay. 20.000 coinunk van, 300 coin hiány. Tehát akkor Discord-be is rakom. Oké, akkor így is a csapat. Másik fejlesztés, azt a 3-at el is használom erre a közép, vagy a védőre. Tehát oda akkor egy ritka szilver jöhet. Na hát lássuk ki az. És a srácok akkor a választott. Ez a Maripán. Ez a Maripán, majdnem az a neve, hogy Paripán. Ez akkor ezt be is rakom. Ide. És akkor szerintem nagyon jó a csapat. Tehát akkor mindjárt nézem, hány csillagos. Nem már. Csak már a negyedik osztályba csak így lehet menni, hogy nem 3, hanem 3,5. Ja, de várjál. De a 3,5, akkor ez kevés, nem? Na, ez pont jó. Akkor találkozunk a következő videóban. Kristóf voltam. Sziasztok!